A Budapest és környéke helyi érdekű vasútvonalain alkalmazott berendezések jól tükrözzék a vasúti biztosító berendezések fejlődését. Megtalálhatók itt még a legrégebbi kulcsazonosító berendezések, de már jelen vannak a legmodernebb számítógép vezérlésű elektronikus biztosító berendezések is. Egyes állomásokon a vonatok biztonságos közlekedése a mai napig teljesen a vasúti dolgozókra van bízva. Ezeken az állomásokon a váltók állítása a helyszínen kézi erővel történik. Azért, hogy ezeket a váltókat illetéktelen személyek ne tudják átállítani, a váltók zárszerkezettel vannak ellátva. A váltózárak kulccsal működtethetők, a lezárt váltók kulcsait a HÉV dolgozók elzártan őrzik. Annak ellenőrzése, hogy a váltók helyes irányban állnak-e, úgy történik, hogy a váltózár kulcsokon lévő különböző, az egyenes vagy kitérő iránynak megfelelő táblákat úgynevezett lezárási táblázatokkal egyeztetik. Ma már csak kisebb szolgálati helyeken és nyílt vonalon alkalmaznak kulcsazonosító berendezéseket. Ezeknél a berendezéseknél a váltók állásának ellenőrzését a berendezés végzi olyan módon, hogy abban csak a megfelelő váltózár kulcs helyezhető el. A biztosító berendezések következő generációját a Siemens Haske típusú berendezések jelentik. Ezeknél a berendezéseknél a váltók állítása már vonóvezeték hálózat segítségével, de még mindig emberi erővel történik. A váltók állásának ellenőrzése itt már gépi úton történik, olyan módon, hogy az adott vágányúthoz tartozó gomb csak abban az esetben fordítható el, ha a váltók a megfelelő irányban állnak. Ezek a berendezések már képesek az ellenmenet kizárására, azaz arra, hogy két ellenkező irányban közlekedő vonat részére egy időben ugyanarra a vágányra jelzőkezelés történjen. Az elektromos úton történő váltóállítás megjelenése hatalmas fejlődést hozott a biztosító berendezések terén. Megjelentek a dominó típusú biztosító berendezések, amelyek már a vágány foglaltságát is ellenőrizni képesek, megakadályozva ezzel, hogy egy vonat jelzőkezelés mellett foglalt vágányra közlekedjen. Ezeknél a berendezéseknél a váltók helyes állásának ellenőrzése már elektromos úton történik. Egyes típusaik már a tolatások esetén is ellenőrzik a váltók állását. A legmodernebb berendezéseket számítógép vezérli. A váltók állítása és állásának ellenőrzése is elektronikus úton történik. A HÉV forgalomirányító dolgozói a bemutatott módszerekkel és a biztosító berendezések kezelésével védik utasaink biztonságát utazásaik során.